szellemből anyag, majd újra szellem. Ívi a könyv, e keznapi csoda. Elérhető lesz az elérhetetlen, ha felveszed, s le nem teszed soha. A könyv világnapja alkalmából Csorba Győző idézetével köszöntöm sok szeretettel kedves nézőinket a Magyar Percek 507. adásában. Mai adásunkban e jeles napról emlékezünk meg könyvtárosokkal való beszélgetésünk és újabb kiadványok bemutatása által. Rövid mellékletben bemutatjuk azon ifjakat is, akik Hertelendi falván a református templomban konfirmálódván egyházi közösségük nagykorú tagjává váltak. A magyarországi MTVA média szolgáltatást támogató és vagyonkezelő alap forgatócsoportja jelen volt a 10. délbánáti hálótalálkozón Sándor egyházán. Megragadtuk az alkalmat, hogy ez alkalomból a kerünkben közkedvelt Duna TV munkatársait is kameránk elé kérjük. Mielőtt azonban rátérnénk mai adásunk mellékleteire, elmondjuk, hogy április 22-ét a Föld napjaként ünnepeltük. E nap alkalmából különféle eseményeket rendeztek világszerte, amelyekkel felhívták a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Ezen a napon fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak és falutakarítást szerveznek civil szervezetek és helyi önkormányzatok, iskolák. Pancsován ez alkalomból a városi parkban szerveztek tartalmas programokat elsősorban az ifjúság számára. Ugyancsak április 22-én vasárnap délután tartották meg Sándor egyházán a Huzsaes Estek zára ünnepségeként a tea délután, amelyet a Bonász Sándor Magyar Művelődési Egyesület kézimunkázó csoportja fennállása óta most már 10. alkalommal szervezett meg. A velük együttműködő délbánáti kézimunkázó csoportok képviselői mellett ez alkalommal jelen volt Pancsova város polgármesternője is, Martinovics Veszna asszony rangos kíséretével együtt. A tombola játék, hangulatos zene elmaradhatatlan része volt az összejövetelnek, amelyen mindenki jó szórakozott sütemény és tea mellett. 1995 óta április 23-án ünneplik a könyv és a szerzői jog világnapját az UNESCO szervezésében, melynek célja a könyv, a kiadás és a szerzői jog támogatása. Ez különleges nap az irodalomban, mivel ezen a napon született William Shakespeare, híres reneszánsz író. Ez alkalommal beszélgetésre hívtuk városunk magyar ajkú könyvtárosait, akik közvetlen kapcsolatban vannak a könyvekkel és az olvasókkal is. Balogh Rozália, a Hertelendi falvi Tamási Áronszékely Magyar Művelődési Egyesület könyvtárosa, mondja meg a nézőinknek, hogy mióta dolgozik ott. 3 éve vagyok, vezetem a könyvtárat. A könyvtár körülbelül 4400 könyvvel működik, megtalálható szép irodalom, ifjúsági regények, útleírások, oktatási művek, nagyon sok mesés könyvünk van, könyveink vannak, de olvasóink nem is. Mekkora akkor az érdeklődés a könyvek iránt, az olvasás iránt? Nagyon kevés. Gyermekolvasóink nincsenek is, pedig már kisgyermekkorban ápolni kell az olvasás szépségét is. Az idősebb korosztályból vannak a leghűségesebb olvasóink, az ifjúság körébe elvétve egy-egy olvasó. A legtöbb könyvet ajándékba kapjuk, alapítványoktól, a magyar követségről, vagy maguk az írók ajándékoznak könyveket, továbbá magánszemélyek. Így nemrégen nagyon sok könyvet ajándékozott Csikári Gyula, sok értékes könyvet, és ezúttal megköszönném a szép ajándékot. Az utóbbi évek legolvasottabb írója Vas Albert, mert Vas Albert csodálatos könnyedséggel önti szavakba a hegyek, erdők, legelők szépségét, az élet búját és örömét, hogy amikor az olvasó kezébe veszi a könyvét, azt egy szuszra elolvassa, és közben észre sem veszi, hogy már rabja lett a Vas Albert műveinek.
és mondhatom, hogy az olvasó visszajár a könyvtárba, és minden könyvét elolvas. És mi az, amit ön tud a nézőinknek ajánlani? Mi az, amit érdemes elolvasni a Hertlandi falvi könyvtárból? Hát ezek a legújabb könyveink, Péter László, Keresztapám nadrágja és Kóka Rozália két könyve, egy asszony két vétkecskéje, és a legújabb kiadás egy asszony két asszony. Ezért szeretnék felolvasni Kóka Rozália könyvéből egy rövid élettörténetet, és ezzel is szeretném felhívni a lendő olvasóink érdeklődését ezek az új könyvek iránt, de nem csak ezek az új könyvek iránt, mert vannak más könyvek is a könyvtár. És most még... Olvasson fel részletet akkor a nézőimnek. A leánlopás. Odahaza Bukovinában nagy divat volt a leánlopás. Ha a szülők nem szerették a leánnak a kérőit, máshoz akarták adni, mert az gazdagabb volt, akkor a fiatalok eszegyeztek és elszöktek, egy rokonnál, jó ismerősnél meghúzódtak egy ideig, aztán a szülők mit csináljanak? Megbékéltek, hogy a fiatalok ne éljenek hitetlenül. Volt egy katonapajtásom, Pulyilai. Olyan szegény rendűek voltak, a Gatyaszár utcában laktak. Lainak a szeretője Bíró Brigitta volt, erős nagy nemzetből való leján. Titokban ők leveleződtek, de a szülők hallani se akartak Lairól. Semmiképp nem akarták hezadni a leányukat. Rávették Brigittát, hogy menjen Erős Mártonhoz, mert azok nagy gazdák. A leányka fiatalka volt, nem mert ellenkezni a szüleivel. Elszökni sem mert, Laival helyába könyörgött neki. Egy este nálunk jött Lai, hogy el akarja lopni Brigittát, segéljen neki, no hát mit ne. Eszeszedődtünk vajon haton, megvártuk, hogy jó késő legyen, szekervel elindultunk a lejánét. Amikor immár éjfeles elmúlt, Lai a kert mellett elkezdett csendesen füttyögtetni. Mi egy kicsit visszábacska voltunk a szekervel. Egyszer hány nyílik a kapucska, valaki kilépett nagy ruváson. Akkor Laja a pokrócot a fejére terítette, s a fehér népet felkapta. Úgy véfogta a száját, hogy annyit se szólott nyek. Jól a lovak közé vágtam, s egy minuta alatt Lainak a nényinél voltunk. A fehér nép tusakodott, de Lai szorította, s mondogatta, ne félj kicsike, ne félj kicsike. Két karján vitte be a házba. Oda Bé levette a fejéről a pokrócot, s hát nem Brigitta volt, hanem Boriné, Brigittának a nanyája, egy fendelybe. Az öreg asszony úgy el volt gyengülve, hogy csak sipítani bírt, szitta Lai, te Antikrisztus, te szégyentelen, te utolsó, erre még reál fizetsz. Úgy kiszökött az ajtó, mint a ott se lett volna. Mi mind halomra hultunk a kacagástól. Később osztály csak ellopta Lai Brigittát, meges komásodtunk félig. Amikor a korcsomába Lait hergelni akartuk, öröki azt mondogattuk neki, ne félj kicsike, ne félj kicsike. Köszönöm szépen. Kerekes Homonnai Klára, a Pancsovai Dimitrije Párlics balettiskolában a könyvtáros. Másik szempontból és másik körülmények között. Milyen a munka az iskolában? Hát egy művészeti iskolában egy könyvtárosnak lenni, hát azt mondhatom, hogy nagyon dinamikus. Mivel a balettiskola nem régen vált el a zeneiskolával, szóval egyre fejlődött az iskola a könyvtáron együtt. Szóval helyből az elválás után alapítottunk egy könyvtárat, és lassan töltöttük a fundoszt, úgyhogy mind szakkönyvekvel, vagy bármit, amit egy művészeti iskolának kell. Persze a sok oldalú publikáció van a könyvtárban, és amellett, hogy regények vannak, szép irodalom, a háziolvasmány a gyerekeknek, sok kottával rendelkezünk, DVD-vel, CD-kvel, úgyhogy sok oldalról lehet közelíteni mondjuk egy művet a bárkinek, aki a könyvtárban eljön. Szóval, ha egy hattyútóról beszélünk, akkor megnézhessük DVD-n, mint filmen, valamelyik
előadásában, akkor egy tanár kottával is kísérheti azt a tanművet, szóval megvan a kottába is, és akkor CD-t végighallgassa, vagy esetleg elolvassa a librettót, hogy miről lesz szól abba, vagy egy újságba, hogy milyen kritika volt, vagy bármi, szóval. Az a kötelesség egy könyvtárosnak, hogy bármilyen oldalú információkat adjon, és segítsen az iskolázatra. Nem csak gyerekek járnak, szóval én többet a tanárokval dolgozok, mint balettanárokval, és még a korrepetitorokval, főleg akik segédtanáronként dolgoznak, és kísérik a balett oktatást. És sokat kell törekedni, tényleg nagyon dinamikus, és mindenbe kell tudni, sok információt összeszedni, most meg a legújabb az internet is, és szóval sok oldalról bármit is, ha valaki az könyvtárba jön, az meg kell legyen elégedve, és avval menjen ki, ami itt jött. A szakirodalom mellett mi az, amit kérnek, hogy olvassanak? Szóval mekkora az érdeklődés a könyvek iránt az iskola könyvtárában? Amit a gyerekeket illetik, hát persze a házi olvasmány van, de azt tudni kell, hogy mindegyik gyerek, aki a balettiskolába jár, már valahol, valami elemi iskolába, már ott van, szóval már egy másik iskolába jár, és éppen ha ott nem kapja a házi olvasmányt, akkor eljön idejes. De nagyon sok új író van, mindent azt kell kísérni, nem lehet egy akármilyen könyvet ajánlni a gyereknek, hogy felolvassa. Szóval a könyvtárosnak az a sok kötelessége, hogy előre olvassa ki azt a könyvet, és legyen biztos, hogy az a könyv, amit a gyereknek ad, megfelelő legyen. Hát most egy Pál utcai fiú gyerekek, a regény, az még nem épp olyan érdekes a gyerekeknek, mert ők nem olyan világot élnek, szóval az egy egész más érzés, élmény, ők nem tudják, hogy mi az a barátság, az a zászlóit háborúzás, vagy bármi, sok időt vesz, szóval folytatnak a számítógép mellett, a televízió, szóval másfajta érdeklődései vannak, úgyhogy ezek a fiatal írók sok olyan regényeket is biztosítnak, amit esetleg most a mai napra érdekelne őket. De akárhogy is nem éppen olvasnak a gyerekek. Sokan észreveszem, hogy elveszi, kiváltsa a könyvtárból a könyvet, és tiszta olyan állapotba vissza is adja, szóval arról veszem észre, hogy rá kérdezek, hogy tetszette, vagy ne olyan felemás kérdéseket válaszokat ad, szóval, hogy látom azon, hogy nem is olvastál a könyvet. Szóval, mint aktív olvasó és irodalomismerő, mit tudna ajánlani az olvasóknak, ami az iskola könyvtárában van? Mi az, amit tudna ajánlani, hogy mindenki elolvasson? Valami írót ki tudna emelni, vagy egy regényt? Hát, mint olvasó, én tényleg, amit a magyar írókot illeti, én tényleg Zilahit emelném ki, mert az szerintem egy legjobb író. Volt Mikszáth Kálmán és Kosztolányi Dezső, az ők regényeket tényleg, de szeretem olvasni és értékelem, de sok új író van, amit mi itt nem is tudunk, mert mondjuk a Pancsovai könyvkereskedőben nem igen lehet magyar írókot kapni, még fordításban is nem, hogy magyar nyelven. Szóval itt abban a hiányban szenvedünk, hogy nem, nagyon nehezen bírunk magyar könyveket kapni, és azt leginkább külföldön, Magyarországon baráton keresztül, vagy rokonyokon keresztül szerezzük be. De most éppen véletlenül egy magyar írónak két könyvét láttam a könyvkereskedőben, és azt el is hoztam a Magyar Percek nézőinek, hogy mutassam be, hogy Vámosi Miklós könyve. Sajnos szerb fordításba, de elolvastam, elvettem, és ez a fiatal író 50-es években született, szóval a mai időről ír, és az első regénye, az Anya csak egy, az egy gyönyörű szép regény egy anyáról, aki nem fogadta el azt, hogy ő mint özvegy a szobába kell üljön, kössön és sírjon, hanem egész más életet élt. A másik viszont meg egy apák könyve, aki
Hát 12 generációt visszamenőleg kíséri egy családot, egy csillag nevű családot, és a 1700 valamelyik évben kezdi írni, és a 12 generáción keresztül írja azt az ők történetét. Történelmi könyv, és nagyon-nagyon érdekes. Ezt ajánlom a nézőknek, hogy olvassák el, mert akár is, hogy magyarul van, magyar író, de szerbre van fordítva, érdemes elolvasni. Nagyon szépen köszönjük ezt az érdekes történetet, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek ide hozzánk beszélgetésre. Köszönjük szépen! Ősi hagyomány szerint a Hertelendi falu református gyülekezetben húsvétkor volt a konfirmáció. Három ifjú és két leány tett bizonyságot hitéről a heidelbergi káti alapján, majd pedig minden keresztény hitvallásával, az apostoli hitvallással. Mondjátok el az egyetemes keresztény egyház hitvallását, az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztuson, Isten egyszülött fiában, mi úrunkban, ki formáltatott egy szent lelkben, született Szűz Máriát, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és áttemették. Szállal alá poklukra, harmadnapot halottaiból feltámadott. Elmen a mennyekben, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan részen eljövendő ítélni elleneket és oltok. Hiszek szent lelkben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentek házában, szenteknek egyességét, bűneiknek bocsánatát, testemnek feltámadását. A fogadalomtétel és az úri szent vacsorára való felhatalmazás után mindannyian részesültek az áldásban. A minden kegyelemnek Istene, aki a bűnök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, tegyen benneteket erőssé, állhatatossá és tökéletessé a hitben, a fogadalomtételeitek teljesítésében. Övi a dicsőség és hatalom örökön, örökké. Amen. Miután a református egyház önálló tagjaivá váltak, először járulhattak az Úr asztalához. A Magyarországi MTVA média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, vagyis ahogyan mi jobban ismerjük, a Magyar Televízió forgatócsoportja Délbánátban tett látogatást. Mucsányi János szerkesztő, Marosi Géza operatőr és Mohai Márton technikai munkatárs a Duna Televízió Isten kezében című vallásos műsorához gyűjtve az anyagot, három teljes napot töltött Hertelendi falván és Sándor egyházán.
A Sándor Egyházi Háló találkozón készült műsor vasárnap április 22-én volt látható a Duna Televízió csatornáján, visszanézhető interneten a Duna Televízió honlapján. A Hertelendi falváról készülő műsor időpontja még nem ismeretes, lehetőség szerint majd értesítjük nézőinket. Mucsányi János szerkesztővel beszélgetünk. Hogyan került sor arra, hogy a Duna Televízió eljöjjön ide az egyik legdélebbi Kárpát-medencei faluba? A vallási műsor mindig törekszik arra, hogy a lehető legtávolabbi pontokra is eljusson. Nem csak azért, mert nekünk is nagy élmény, de ezeknek a közösségeknek egy megerősítés a magyarságukban, hogy lám-lám még a messzi Budapesten is érdeklődnek irántuk, illetve a mindennapjaik, vagy éppen az ünnepeik iránt. Most nem csak Sándor Egyházán, hanem Hertelendi falván is forgatnak a napokban, tehát két műsort is készítenek. Igen, általában, mikor határon túlra utazunk, akkor egyúttal két adást is igyekszünk felvenni, éppen azért, hogy költséghatékonyan dolgozhassunk. Mik az itteni benyomások eddig? Ezek a kis közösségek nekünk nagyon sokat jelentenek, mert itt az emberek jobban figyelnek egymásra, mint városi környezetben. Itt az emberek nem csak keresztnevükön szólítják egymást, hanem szinte mindent tudnak egymásról, és hát ez jelenti az, hogy közösség. Az, hogy ha baj van, akkor is segítenek, és hogyha a mindennapokat kell megoldani, akkor is egymás mellett vannak. Tehát egy kicsit itt lassabb az élet, de emberibb. Tehát a nagy tempó, a mai élet tempó stílusa, az itt kevésbé látszik. Igen, ez pontosan így van, és az embereknek ez az iskolázott figyelme, hogy tényleg fontos nekik a másik, fontos nekik a másik sorsa, fontos nekik, hogy segíthessenek, és segítenek is, hogyha olyan alkalom van. Ez azt jelzi, hogy ezek a közösségek élni akarnak. És ez nekünk is megerősítés, hát még nekik. Bábel Balázs érsek úr tartott előadást itt a Háló találkozón. Ő is kiemelte a közösség fontosságát. Én nekem nagy élmény volt hallgatni azt, hogy ahogy a juhász, hogyha egyetlen egy bárány elkóborol, akkor ott hagyja a többit, a 99-et, és utána megy annak ez az egynek, mert éppen akkor abban a pillanatban az az egy a legfontosabb, amíg vissza nem hozza, és hogy itt a végeken, ahol szórványban él a magyarság, bizony a lelkeknek egyenként utána kell menni sokszor, hogy ne kóboroljon el, vagy éppen ha elkóborolt, visszajöjjön. Más országokban határon túl mit tudnak az itteniekről, az itteni magyarokról? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Keveset is, meg sokat is. De ami biztos, hogy nem feltétlenül úgy kell ápolni és alakítani a magyar-magyar kapcsolatokat, hogy minden magyar figyeljen Budapestre. Az lesz az igazi nagy siker, ha minden határon túli magyar figyel a másik országban élő magyarra is. Nem ők akartak határon túliak lenni, a fejük fölött dobták át a határt, hát akkor oldalra is figyeljenek, ne csak előre, ne csak Budapestre, és ugyanígy épüljenek ki az emberi, családi kapcsolatok, a barátságok, utazzanak egymáshoz. Valahol az lenne a cél, hogy ez a Kárpát-medence itt egy élő, lüktető, mint ahogy a testünk legutolsó pontjára is, a kis ujjam begyéhez is elmegy a vér a szívemtől. Hát ugyanez legyen a magyarsággal is, hogy a legutolsó ponthoz is menjen el a magyar szó, a magyar kultúra, és ezek a kis sejtecskék, ezek a szétszórt kis közösségek egymással is ápolják a kapcsolatot, ne csak Budapest felé tekintsenek. Hát ebben segít ma az internet is, úgyhogy ez lehetővé válik. Igen, így van, ez egy hatalmas eszköz, kár lenne kihagyni, úgyhogy a gyerekeink nagyon jól teszik, hogyha egy csomó adást nem a tévében néznek meg, hanem az interneten, mert azt akkor nézik meg, mikor szabad idejük van, lehet nincsenek is otthon, mikor éppen az adás megy. Kedves nézőink, mai műsorunk végére értünk. Érdemes eseményekre hívjuk fel nézőink figyelmét. A Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben pénteken, április 27-én 19 órakor könyvbemutatót szerveznek, amely ünnepélyes műsor keretében ismertetik legújabb kiadványukat, Erdei Ernő Méltó Utód című munkáját a Pancsovai Egyesület történetéről. Minden irodalomkedvelőt szeretettel várnak.
ugyancsak április 27-én, péntekén este Torontál vásárhelyen vendégszerepel a Balaton Szabadi Kreatív Színpad Társulata, amely 20 órai kezdettel a József Attila Kultúrotthon termében első felvonásként Rejtő Jenő a Mohácsi Vész című bohózatát adja elő, majd azt követően második felvonásként ugyancsak Rejtő Jenő Akrobat Ej című bohózatát élvezheti a közönség. Másnap, április 28-án délelőtt 10 órai kezdettel a gyermekeket várja a társulat Lázár Ervin Gyere haza, Mikka Makka című mesejátékának bemutatójával. Minden előadása a belépés díjtalan. Április 28-án a Hertelendi Falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődés Egyesület 20 órai kezdettel jótékonysági mulatságot szervez az ifjúság kezdeményezésére. A belépő ára 200 dinár. Bejövetelt tenisz asztalok vásárlására fordítják majd. A zenét a Varga Kató Biszak 3-as biztosítja. Értesítjük Önöket, hogy nemrégtől a Magyar Percek adását visszanézhetik az interneten is. A Facebook oldalán a Magyar Percek Magyarszki Minuti cím alatt, valamint a YouTube-on a Magyar Percek fiókjában. Szívesen várjuk megjegyzéseiket, jóindulatú véleményeiket a magyarpercek@gmail.com e-mail címen. Mai műsorunkat szombaton reggel 7:30-kor megismételjük. Következő adásunkkal mához egy hétre, május 3-án jelentkezünk a már megszokott időben 7:30 után 10 perccel. További kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!